Pest Erzsébet legértékesebb fája egy 110 éves ginkgo biloba, amelyet Erzsébet falva alapítói ültettek. A fa helyzete nem volt ideális, ezért elindult egy kezdeményezés, melynek központjában a fa kiszabadítása állt, hiszen gyökérzónáját szilárd burkolat fette, törzsének növekedését pedig a Csili és a Helytörténeti Múzeum határán lévő kerítés akadályozta. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a kerület legértékesebb fájánál, amit birtokban tudásunk szerint 1908-ban ültettek az itt jelenlévő Guttermuth Ádám ősei. Nagyon megtisztelő a jelenléted, Ádám, és nagyon szépen köszönöm a kerület zöld civil polgárainak, akik most itt jelen vannak, polgármester úr, a Csili és a Helytörténeti Múzeum képviseletében is, akik mindvégig partnerek voltak ebben, hogy összenyitjuk a két intézményt. Egy emléktáblát helyeztünk el a fatövében ebből az apropóból. Be van már töltve az elhunyt francia nyelvmester állása? Kérdezte Blaha Lujza búgó hangon a Népszínház színpadán Csiki Gergely vígjátékában a nagymamában. A londoni olimpia évében itthon az MTK lett a bajnok, és Bekerle Sándor másodszor is miniszterelnök. 1908-at írunk. Feltehetően ebben az évben eresztett gyökeret a ginkgo. A háttérkutatás Cserna Hajnalka zöld területi referens végezte, aki a fatövében elmondta, milyen utat járt be a kezdeményezés. Egy picit távolabbra nyúlik vissza a kezdeményezés. Ez úgy indult, hogy a gesztenyefák országszerte egy olyan betegségben szenvednek, ami ellen a permetezés, illetve a szokásos növényvédelmi kezelések hatástalanak bizonyultak, és van egy fiatal növényorvos, dr. Guttermuth Ádámnak hívják, aki nekem csoportásom volt az egyetemen, és kiderült, hogy ő nagy eredménnyel végzi itt a gesztenyefáknak az injektálását. Ugye ez egy olyan módszer, amikor a növényvédőszer nem kerül ki a levegőben, hanem közvetlenül a fa gyökérnyakába, mint egy injekciós tű, úgy azzal, annak segítségével kerül bele. Ezáltal célzottan tényleg csak arra a fára, és csak arra a betegségre fókuszálunk. Amikor jött első ízben aláírni ezt a növényvédelmi kezelésről szóló szerződést az Ádám, akkor késésben volt, fölhívtam, és mondta, hogy hát ne haragudj, eltévedtem, pedig a ők nagyapám alapította Pest Erzsébetet. És akkor visszakérdeztem, hogy nem mondott, hogy a Suda János volt az ők nagyapám. De igen, ő. Úgyhogy itt kezdődött egy közös munka. Itt ebben a pillanatban még nem tudtunk ezzel az információval túl sok mindent kezdeni, de ugye az élet hozta egymás után a lehetőségeket. Egy konferencián ő megígérte, hogy van itt két nagy platán a Dobos utca sarkán, ő ezeket ingyen injektálja, mint jó lokálpatrióta, és ugye szóba került itt ez a gyönyörű neogótikus villa, a Pest Erzsébeti Helytörténeti Múzeum, hogy ezt is az ő kapja megbízásából építette, Bocsák Antal, ha jól emlékszem az építető nevére, és ennek a kertjébe lett elültetve akkor, a 20. század elején, ez a ginkgo. Ugye a ginkgo egy nagyon különleges fa, tulajdonképpen őskövületként szokás emlegetni, hiszen a ginkgók törzsének egyetlen máig fennmaradt képviselője, olyan 270 millió évre nyúlik vissza a ginkgók eredete, tehát tulajdonképpen egy egyedülálló növényről beszélünk. És ettől ez egy nagy értékű fa. Pontosan 26 millió forint ennek a ginkgónak az értéke, ezzel a kerületünk legértékesebb fája. Akkor még ugye ez egy egyedi kezdeményezés volt, de mozgalmán nőtte ki magát, hiszen tavaly felmerült, hogy a Pest Erzsébet alapításának 150. évfordulója alkalmából kezdeményezett ez a jubileumi esemény sorozatnak, ez lett volna a kezdő rendezvénye, és helyi vállalkozók is az ügy mellé álltak. Tehát mindenki tulajdonképpen ingyen jött, barátságból jött, mindenki érzi, hogy ez egy mekkora dolog, vagy egy gesztus, mennyire pozitív gesztus, hogy ugye a rengeteg beruházás, útfelújítások során kivágott fák mellett találunk alkalmat arra is, hogy megmutassuk, hogy mekkora becsben tartjuk mi a fákat. És ez egy ekkora fának meg amúgy is van egy ilyen misztikuma, hogy én még régen nem éltem, amikor ez a fa már itt állt, és már régen nem fogok, amikor még mindig itt lesz.
Ugye a fa pontos korát soha nem fogjuk tudni, ez egy, nincsenek adatok arról, hogy mikor ültették, de van egy a Magyar Fápolók Egyesületének egy szoftvere, ami többé-kevésbé pontosan ki tudjuk számolni a fa paraméterei, meg az ültetés környezetének adottságaiból, hogy körülbelül hány éves lehet. Ugye a villát 1908-ban építették, ezt pontosan tudjuk, a fa életkora pedig szintén egy 110 évesre jön ki a faértékszámító szoftver alapján. Aki erre jön, mindenképpen érdemes felnézni. Én egyébként is úgy sétálok, hogy a fákat nézem, ez nem mindig balesetmentes ez a dolog, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a fákat elültetni, gondozni, újat létrehozni, de ugyanolyan fontos a meglévő fák védelme. Tehát mint az embereknél is, hogy ugye az idős embereknek és az idős fáknak de tudnám hasonlítani a két dolgot egymáshoz, hiszen ugyanúgy helyük van a szívünkben, a környezetünkben, és nagyon fontos, hogy szeretettel gondozzuk őket. Említetted a gesztenyefákat, most itt tartunk a ginkónál, hogy ezekre fokozott figyelem van a kerületben? Jelenleg nincsenek védett fáink, dolgozunk rajta, hogy legyenek, és ahogy az előbb is elmondtam, hogy nagyon fontos fákat ültetni, de a meglévő állománynak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, tehát a növényvédelemre és a megfelelő faápolásra, hogy ezeket az idős fákat, akiknek igazán nagy lombfelületük van, és igazán nagy asszimiláló felületük, amivel oxigént adnak, port kötnek meg. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a nagy és idős fák védelmére. Dr. Guttermuth Ádám faápoló, favizsgáló szakmérnök végigkísérte a szervezési folyamatokat, amelyek a ginkó érdekében zajlottak. Ádámot nem csak a fa, hanem őseinek múltja is a 20. kerülethez kötik. Pest Erzsébetnek az egyik alapítója, vagy mecénása és a területnek a régi tulajdonosa, ő az én dédapámnak volt a testvére, a Suda János. És Suda János és Hitel Márton, az ő apósa vásárolták, vagy az ő tulajdonukban volt ez az egész környék. Nagyon jó vadászterületek voltak, itt éltek, és érezték azt, hogy a város nő, és egy nagyon jó konstrukciót gondoltak arra, hogy itt parcellázzanak, és ugye nem csak a saját érdekeiken, hanem valóban egy jó település konstrukciót hoztak létre. Ugye mostanában, hogyha látjuk, hogyha beépül egy terület, akkor egy óvoda vagy egy iskola már nem igazából kap helyet, az utcák szűkek, ők ezzel szemben egészen nagy telekméreteket alakítottak ki, 304 szögleseket, ami egy most mai viszonylatban az már oda már társasházakat építünk 20 albetétnel, és a Suda Jánoséknek ez egy nagyon-nagyon, és akkor ugye ez nem volt Budapest része, ugye Budapest ezzel sokkal később csatlakozott, egy ilyen épület, ami abban a korban itt épült, az itt ez a jobb oldali gyönyörű szép épület, és hát hogyha a kort nézzük, akkor ugye egy-egy érdekes, egzotikus fafajnak a megszerzése az nem úgy ment, mint most, hogy elmegyünk egy faiskolába és megveszük a legritkább pálmát, vagy értékes pálmát, hanem akkor ugye tényleg ajándékozási szinten mentek. A ginkó az pont egy ilyen fafaj volt, és egy nagyon jó választás volt, mert hogyha ide egy nyárfát ültettek volna, az már sehol nem lenne, mert a nyárfa már az egy rövidebb életű fafaj, de ezért szemben ennek a ginkónak még akármennyi ideje lehet hátra, tehát minket akár sokszoros túlélhet, egy nagyon-nagyon csodálatos ősi növény ez a ginkó, ugye még ott rendszertani elhelyezkedésnek is ott a legősibb kládokba esik, és most ugye egy nagyon nemes dolog történt itt, mert ugye annak ellenére, hogy mindkettő önkormányzati terület, de egy drasztikus betonkerítés határolta az egészet, ez a fának a növekedését nagyban gátolt, a másik oldalt már a fa szinte elkezdte a csúnya sárga metlaki köveket fölfalni, és éreztük azt, hogy ennek nincs helye, és egy két évvel ezelőtti beszélgetésnek ma van itt az eredménye, hogy a fát kiszabadítottuk ebből a betonfogságból, a gyökérzónájáról eltávolítottuk a betont, tehát így a tápanyagot is föl fogja tudni venni, és adtunk neki még itt nem 100 évre, hanem akár 1000 évre is egy nagy lélegzetnyi helyet. Én kívánom azt, hogy 200 év múlva legyen az a probléma, hogy a szomszéd autóparkolóba lóg már bele, és ez nem lehetetlen dolog, mert ez a fa akár 500 vagy 1000 évig is elél. A ginkónak sok olyan képessége van, amely nem köztudott, de annál érdekesebb. A ginkó az olyan, mint az ember, hogy van belőle nőegyed és hímegyed, de
a ginkó viszont tud még egy olyan csodálatos dolgot is, hogyha egy állományban csak nő egyedek vannak, és emiatt pollent nem kap, akkor van néha, hogy egy-egy része átalakul porzós egyeddé, és a porzós egyed olyankor termel pollent. Ez van úgy, hogy az egész fa megváltozik, de van úgy, hogy csak egy-egy része, és akkor az annyi pollent fog produkálni, hogy természetesen ivarosan tovább fog tudni szaporodni, mert lesz mag termés, mert nincs termése, mert nyitva termő, de lesz magja, és lesznek generatívan létrejövő utódjai, tehát, hogy magból kelő utódjai. Igen, egy fantasztikus olyan növény, ami olyan dolgokat tud produkálni, ahogy itt említettem, hogy az atombomba, Japánra az atombomba ledobása után is, ahol porrá égett a fa, mert egész közel volt a becsapódáshoz, és évekig ott állt a fa úgy, hogy halottnak gondolták, mert szénné égett, és több évvel később egyszer csak kihajtott. Ilyen, tehát, hogy egy olyan sok és nyugalomba volt, de attól függetlenül abból képes volt újraéledni. Ezek után a japánok csináltak köré szentélyt, mert hogy csoda. A területrendezésnek és a városrész fejlődésének sok fa esett és esik sajnos áldozatául. De ez a 110 tavasz megélt, különleges fa valamiért a helyén tudott maradni, így igazán megérdemli a törődést.